gyakorlatilag mindenki Pogacsicson kívül már előre húzódott. Az az egy játékos van a Kaposvár térfelén, aki elvégzi a szabadrugást. Íme itt van, tökéletes a kép, köszönöm. Mindenki más elől. És lehet, hogy eljön majd az az idő is, amikor Pogacsics a kapuból szintén előre jön. De közben egy óriási hiba Wacklertől. Itt van Cif Dominiknál a meccslabda. Cif még! Kapufa, ott a kipattanó. Kukocs, az már gól. 4-2. És itt a vége. És ezzel már kimondható, hogy 4-2-re megveri a Budapest Honvéd a kaposvári Rákócit. Hát egyébként a kontrák mérkőzése is volt, hiszen a Honvéd mintaszerűen kontrázott, és ez is abból született. Mázlia volt Kukocsnak, hogy elépattant, igazít rajta egyet, és aztán telirüsztel be a léc alá. Kukocs kap egy sárgalapot, mert levette a mezét.